Jó napot kívánok! Egy nagy fájl küldő szolgáltatást mutatnék meg, aminek egy sor előnye van. Az a címük, hogy vtransfer.com. Mikor legelőször használja az ember, küldése vagy fogadása mindegy, akkor először van egy ajánlatok egy plusz szolgáltatásról, az pár dollárba kerül, itt a skipre kattintsunk, személyre lehet szabni, stb. Itt a cookie nyilatkozatukat, tehát a rólunk tárolt adatokat azt kell elfogadni. És akkor rögtön ott kezdeném, hogy ha nem így megyünk föl, hanem készítünk egy linket másoknak, mármint ha mi vagyunk a fogadók és mások a küldők, akkor készítettünk egy olyan linket, amiben a vtransfer.com per után van egy kérdőjel, to, egyenlő és az e-mail címünk. És ha erre megyünk, akkor itt a címzetnél, ugye, mert mi fogjuk fogadni a fájlokat, tehát mi vagyunk a címzettek, a címzetnél már rögtön be van írva a címünk, tehát nem kell kitölteni a feladónak. Illetve, ha ezt valaki úgy használja, ugye itt kell beadni a feladó e-mail címét, ha egyszer beírja itt valaki a saját e-mail címét, akkor azt szintén megjegyzi, tehát már a saját e-mail címét se kell beírni, meg azt csak, akinek küld. Csupán annyit kell csinálni, hogy fogni egy fájlt, és ugye itt most elsötétül, és már itt hozzá is adta. És több fájlt is hozzá lehet ugye adni. Jaj, de intelligens, ez nem észrevesz, hogy ugyanazt a fájlt dobtam be kétszer. Jó, tehát a hagyományos módon is lehet, hogy ugye rákattintunk, és akkor előjön egy doboz, ahol ki lehet választani egy fájlt, és akkor ott egy másik. Ide még be lehet írni, hogy mi az üzenet, és akkor utána a transfer gombot megnyomva láthatjuk, hogy elkezdi feltölteni. Hát egy pici fájlokat töltöttem fel, ez föl is töltötte, és már kész is van. Ilyenkor az történik, hogy mind a küldő, tehát a feladó és mind a címzet kap egy e-mailt erről a dologról, majd ha a címzet letöltötte, vagy mivel ugye ez egy linket küld csak a levélben, ezt bárki más is letöltheti, akinek a címzet ezt elküldi, ezt a speciális linket. Ha valaki ezt letöltötte, akkor a feladó kap egy levelet, hogy valaki már letöltötte ezt a anyagot, amit ő, ezeket a fájlokat, amit elküldött. Hát itt lehet látni, hogy egy 2 GB-ig lehet összesen küldeni, tehát ebbe tulajdonképpen DVD-ket is, DVD fájlokat is el lehet küldeni, mondjuk egy nagy DVD-t el lehet küldeni 3-ba. Tehát ez tulajdonképpen akár mekkora fájlokra használható. Ez a 2 GB ez egy óriási korlát. Illetve nagyon gyors a le- és a feltöltés is, semmilyen szín alatt nem korlátozzák, tehát azért sokkal jobb, mint más szolgáltatások, mert ott igen lassan szokott letöltődni vagy feltöltődni az összes fájl, de ez itt egyáltalán nincs korlátozva, tehát ez nagyon gyorsan fog működni. Úgyhogy, ahogy lehet látni, a felhasználó felülete az átlátható, meg csinos, és hát nagyon könnyedén működik, hát akkor így lehet ugye fájlt küldeni. Fájlt fogadni, azt úgy lehet, hogy az e-mailt, amit kap az ember értesítésként, abban van egy link, arra rákattint, és már tölti is le, egy zipbe fogja berakni az összes fájlt, amit itt összeválogattunk, és akkor azt azon nyomban a böngésző le is menti. Hát minden jót kívánok, viszont hallásra!